Na sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit egy újabb brosztázós videóban, amiben ismét egy olyan videót fogunk megtekinteni, amit ti ajánlottatok. Igen, mivel rengetegen írtátok ennek a csatornának a nevét, ami nem más, mint a Bratu Art a különböző videóim alá, ezért meg fogjuk lesni, mivel rengetegen írtátok azt, hogy baromi jó animációkat csinál, ő csinálja az egyik legjobbat, és kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg így van-e. Úgyhogy közösen meg fogjuk lesni, ha esetleg nem ismernétek még a csatornáját, akkor csekkoljátok lent a leírásban, meg hát nézzétek meg velem együtt ezt a videót, aztán, hogyha tetszik, akkor meg tudjátok nézni, és fel is tudtok oda iratkozni, meg minden, és ja, a további videóit is lesni. Na, úgyhogy kezdjük is el, az első az nem más, mint a Rico csaló Gemgrabben. Pá! Kíváncsi vagyok. Oké, kezdődik is a fight. Ott van Primo, Rico, Sandy egy teamben, és ugye, ahogy láttuk, Piper ellen, meg még nem tudom ki volt ott, 8-bit talán, illetve Carl. Oké, alszik a Sandy, mint ahogy szokott mindig is. Ugye hát azért nevezik Sleepy Sandynek is, van egy olyan skin alapból. A Rico az pedig kilaggol, valami network problémja van, úgyhogy... Hát rossz az internet kapcsolata, mint szerintem sok mindenkinek, meg sokszor fordult már előjön velünk. Akkor azt jelzi, hogy a wifi rossz. Készítették a Sandyt. Get sniped! Get sniped! Baromi jól néz ki amúgy. Nagyon jól néznek ki a karakterek. Azt hozzá kell tennem. Hangeffekt is minden. Fúlos srácok. Megszerzett egyet. De már ott van az egész team. Ketrekt, szerintem ott meghal a Primo. Bár mondjuk ő közel hagyszi még a többi az távolság inkább, úgyhogy lehet, hogy lehozza. Rico szegény az meg még mindig küzdködik az internetével. Azt hitte, hogy megtámadták. És Primo túlélte a sok gemmel. Nice! Lehozta 1v3-ban konkrétan. Hát vagy akkor nem biztos. Shit. El is vitte! Elvitte a Rico! Elvitte! Szétlagó, szegély Sandy! Mi ez a hangeffekt? Uram, atyám! Nagyon jó, Jézusom, milyen jók ezek a kamera nézetek meg! És ott a win! Konkrétan le is hozta. Barom jól néznek ki. Nagyon jól néznek ki a karakterek. Itt látszik az, hogy aki készíti ezt, az tud rajzolni rendesen. És van egy stílusa, és nagyon jó stílusa. Most hogy lássunk meg még egy-kettőt, mert nagyon tetszik ez az animáció. A Brawl Stars 2090-ben, avagy az idős brawlerek. Ez a videónak a címe. Szegény Primo még egy boxot sem tud szétütni. Nincs is fogsorra. Showtime. Ez eddig nagyon jó. Hogy néznek ki? Istenem. És be is aludtak. Fight közben. Ez eddig jobb, mint az előző. Tetszik. Kreatív. És szőtt a szelleme. Takarodj! Takarodj! Ott is a Power Cube. Gene amúgy nem is öregedett. Semmit sem. Kod nagyon jól néz ki. Gene-nek semmi baja. Nézed már. Hát igen, mint mondjuk a robotok is. Azoknak se lenne semmi baja, Max Berosdálnak. Mi a fene? Nyugdíjas klub szétveri Gene-t. Garázdálkodás, gyerekek, 5v1. Spártaiak. Ez nagyon jó. What? Először azt hittem, hogy az UFO-k viszik el, vagy valami. Upszi, és megöregedett. Jó. Ezt a végére nem biztos, hogy kellett volna. Ez egy kicsit betegesebb volt, de jobb volt. Szerintem jobb volt ez, mint az előző. Ez egy fokkal izgalmasabb volt. Na és ha már láttuk a brawlereket idősekként, akkor nézzük meg, hogy milyenek is lennének babákként. Hát mondjuk amúgy nem sok különbséget látok, tehát Nita meg Leon körülbelül így néz ki a játékban is. Na jó, azért annyira nem fiatalok, mint itt éppenséggel.
Nem tudja eldönteni, hogy melyiket kellene használni a hiányzó láncszemhez. Kimatekozza! Gyerünk 200 IQ-n itt a használd! Jó, hogy elrakta. Elvette. De jó! De az ki vajon? Köszönöm, a mém ez amúgy is nagyon jó. Ez szegény, most pont jó képkockánál állítottam meg. Ó, oh, Istenem. Üt kapott a Primoltól. Szegény Nita. Na, Jean. Te ő is gyerek. Megvédteni tehát. Ki akarja nyílni Primolt? Jó, Sasuke! Tütöktára! Mekkora támadás volt? The show must go on. Jók a hangok! Tetszik nagyon! Uff! Uff! Azt kapni fogja! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Ez király! Srácok, ez baromi jó! Az már 18 pluszos jelenet. Szegény Jean pedig ő segített volna. Annyira plátói szerelem volt. Ő is Nitát akarta. De Leoné lett, sajnos. Ez nagyon tetszik, ez nagyon tetszik. Úgy érzem, hogy ezek sokkal jobbak, mint amit elsőnek néztünk meg. Sokkal kreatívabbak, viccesebb, tele van mémmel. Ez az animáció pedig annyira nem fog kötődni már ahhoz, hogy idősek vagy fiatalok. Egyszerűen ez csak egy Colt Béna Gemgrabben animáció. Nézzük. Miért is Béna Colt Gemgrabben? Még volt ugye ilyen kisebb kis trailer, amikor vitte a gemeket Colt. És most is nála van az összes. Rakod lefele a gemeket? Még gyorsan meggondolta magát. Közben szétszedik hátul társait. Time for trouble. Mi lenne, ha ő tudna lenni a hős? Nagyon, nagyon átgondolta ezt a tervet. Csak valójában így fog elsülni. Nem hinném, hogy ilyen Matrixos jelenetekkel hősiesen megnyeri az egész mérkőzést. Szép álom, szép álom. Ezek nagyon tetszenek, ezek a hangeffektek régi videókból. Szép volt. Nice. Nice one, Colt. Sajnálatból? Segítenek neki? Tudod, feneket. Az utolsó másodpercekben hányszor fordul elő ilyen egyébként Gemgrabben? Hoppá! Azt mondom, hogy nézzünk meg még egy utolsót, aminek a neve nem más, mint Crow és Tick a tímerek ellen. Kakarocs! Upsi-dupsi. Kapja hal. Mindenki őt lövi konkrétan. Alapból nincs sok HP, hogy a Crow-nak. Egyébként már bőven megpusztult volna köbben. Mindenki pörög, mint az állat. 2v mindenki lesz. Haverok. Ezt is így elképzelem. Rendesen meccs közben. Gyerünk, tímelés. Rip.
mint az ilyen 2000-es évek elején lennék. Olyan hangeffektek. Kinyírja mindet. Bántotta a haveromat! Bam! 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 Majd durran az mindjárt. Örülnek, de aztán bum! Fogadjunk. Ennyi. Szávasz! Iszonyat jók a rajzolások, meg ezek az illusztrációk. Nagyon jól megcsinálja. Buenas noches! Oké, primo, de kapni fog még Crow-tól, gondolom, nem? Gyerünk, ott már 1v1 van. Meg a Crow! Ah, de kell nekem is az. Úristen, de jól néz ki ez. A legjobb. Ah, és milyen jól megcsinálta. Ez fantasztikus. Ez ott is van. A sok power cube. Még a saját társad is nem, ott van. Upsi dupsi. Hát igen, mert Solo Sheldon volt, úgyhogy a végén akkor így meg is nyerte a tick valószínűleg. Nice, nice. Hát srácok, ha szeretnétek, csekkoljátok le mindenféleképpen a csatornáját Bratunek. Szerintem nagyon jól csinálja azt, amit csinál, az animációkat. Iszonyat jól rajzol, jók a hangeffektek, olyan kellemes a sztori is, meg pont olyan hosszúságú, amennyinek kell lenni egy animációnak. Szerintem korrektek. Nagyon, tényleg köszönöm szépen az ajánlást mindenkinek, aki írta, mert nem baromira bejön. Tehát ez fajn, fajn. Úgyhogy srácok, ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, nem szeretnétek lemaradni a további tartalmakról, és hát jönni fogok még hasonló videókkal majd, úgyhogy jöhetnek egyébként ajánlások, és aztán, ja, a következő videóban majd találkozunk. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!